Verőfényes napsütés kísérte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepséget Sárospatakon. Az iskola kertben a Kossuth szobornál gyűltek össze a családok, hogy így együtt emlékezzenek egy jeles eseményre. Az ünnepi műsort a Bodrog Néptánc Együttes kezdte meg a forradalom és szabadságharc eseményeinek és jeles személyeinek megidézésével. Szemere Bertala! Úgy tapasztaltam, a szónoklás tudományában járatos. Csak nem politikai pályára szánta az édesatya. Kossuth Lajos. Domine Kossuth. Magából egyszer még nagy országháborító lesz. Ezt követően Mester András, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, 1848 és 49 az állami függetlenségért folytatott évszázados harc szimbóluma és a polgári jogegyenlőség jelképe. Március 15-ével kapcsolatban mindnyájunkban van egy szívszorító, szavakban nem foglalható érzés. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Petőfi egyik legismertebb versének sorai kellően fejezik ki 1848 márciusának hangulatát. Az ünnepi beszéd kapcsán elhangzott, ez az ünnep nem csak megemlékezés, hanem örökség is. Pedagógusként mondom, hogy március 15-e méltó megünneplése rajtunk tanárokon is múlik. Ma, amikor a modern kor hatásai érik diákjainkat, szükség van arra, hogy megtanítsuk őket az ünnepek tiszteletére. Emlékezzenek forradalmár elődeinkre, Kossuthra, Batthyányira, Széchenyire, Petőfire, akiknek szellemisége ma is áthat bennünket. A Kassai Tália Színház művészei ezután tették ünnepélyesebbé a megemlékezést. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldbe! Nem nyughatnak! A magyarok istenére esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Az esemény zárásaként Sárospatakváros önkormányzata mellett pártok, civil szervezetek és intézmények vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait.